Kijöttem a sírok közül, reggel ma 8 óra, Házsongárdi temető, Kolozsvár, érdekes napunk lesz ma. Szóval, szombat van, reggel 8, utána egy kicsivel, Kolozsvár eléggé kihalt, de ez egy természetes ilyenkor. Megyek a főtérre, ahol a Szent Mihály templom áll, még büszkén, és most találkozok valakivel, ugyanis meglátogat egy kedves barátom, igen, csak messziről. Plusz, néhány nappal ezelőtt, vagy egy hete olvastam, hogy a Szent Mihály templomban volt egy kis incidens ismét. Fiatalkorúak bejöttek, és amikor bementek a templomba, akkor a szenteltész tartóban megmosták a hajukat, utána meg összetörték, illetve egy darabjait elvitték. Aztán a zsaruk elkapták őket, persze óvatosan beszélnek a hírekben ezekről a dolgokról. Errefelé, na, kicsi adalék szombat reggel is tarthoz. És ahogy ígértem, megkezdődött a szombat reggeli első videoblogom, innen Kolozsvárról, és ugye a meglepetés Déváról. Asztalos mester barátom megérkezett ide Kolozsvárra, Szent Mihály templom elé. A lényeg az, hogy ő az, akinek a kisfilme és bejegyzésémet néha megosztottam, kicsit megkavarták itt az állóvizet Erdélyben. Úgyhogy most elmenjünk, iszunk egy kávét, és ha van valami értelmes gondolatunk egy rumos kávé közben, akkor bekapcsolom a telcsit, mivel ma egy hosszú napom lesz, megyek tovább, és a részegvirágokat, ahol a fiatalok szoktak bódulni természetes módon, azokat is fel fogom ma venni Kalotaszegen. Hosszú ez a kar, de nem elég hosszú. Mit jelent az, hogy artizán rádió? Kézműves. Szerinted hányan tudják azt, hogy mi az, hogy artizán? Szerintem senki, rájöttem. Matyi? Azt mondják itt a valamelyik sörözőben, Matei? Corvin. Matei Corvinul, nem tudom most pontosan. Most a Hunyadi is már román, Mátyás király is román. Mindenki. Gyere, Kolozs. Ez egy pad. Mi történt itt Kolozsvári főtérre? Érdekes ez az erdélyi lét. Érdekes. Kolozsvárról származtál el? Igen, itt nőttem fel egy két utcában arra. Két utcában arra. Hát állandóan jártam ide ki, szinte napi szinten. Aha. És miért mentél el Kolozsvárról annó? Hát gyakorlatilag elkergetett a város. De már annyi volt a bevándorló. Ja, ezt tudjuk, igen, jó? Egyszerűen. Kitúrtak innen? Hát jó, nem kergettek bottal, de rájöttem, hogy nincs hely. És akkor átmentél Dévára? Igen. Na, megbántad? Nem. Visszajönnél? Hát bizonyos feltételekkel. Jó, lakásárak milyenek itt? Borzalmas. Drágábbak, mint Budapesten, a kedves nézők, nem csak mondjuk. Nem néztem, de... Hát azt én tudom. Viszont a fiad, nem tudom, hogy beszélhetünk-e róla, csak így, viszont itt jár most a Filmművészeti Egyetemre. Igen. Miért? Elmenni dolgozni valahova mindig meg lehet, de valamit, olyasmit csinálni, amit igazán szeretsz, az hanem nem mindig tudsz. És miért nem az Erasmus-szal ment ki külföldre valahova? Most jól érzi magát, tehát őneki nincs meg az a tapasztalat a Kolozsvárról, ami nekem. Tehát ő Déváról, ugye ott, ahol nagyon kevés magyar van, ide jött, és felfedezte nagyon sok magyar van, ahhoz képest, hogy ugye Déván mi van. És rájött nagyon ügyesen, hogy mivel ugye románul nem tud, hogy angolul beszélhet. Ahol nem tudja, mit mondjanak, egyszerűen angolul mondja, és kész. Ahol ha magyar beszél, magyarul beszél. Ennyi. Ez jó, mert pár nappal ezelőtt a román barátaim elvittek egy születésnapi partira, és nem tudták, hogy magyar vagyok,
mi ugye egy angolul ment a beszélgetés, és egyszer csak az egyik román, aki taxis volt, és egy kicsit már piás volt, megkérdezte tőlem, hogy te honnan való vagy, Fred? És mondom, hát én budapesti vagyok, kérem. Megnézte. De a szüleim azok Türgümüres, tehát Marosvásárhelyek voltak. Na és a csávó ilyenkor a pálinkás butykos majdnem lehajtotta ilyetében, de a lényeg az volt, hogy föltett kérdés, hogy én nem értem ezeket azokat ott fönt Hargitán, hogy miért nem hajlandóak beszélni román nyelven. Te mit válaszoltál volna neki? Kivel beszélnek ott románul? Hát van a rendőr, az román, van a... Hát pár román van. Hát van, de azok is már eléggé törik a magyar nyelvet. Uh-huh. Jó, én azt válaszoltam neki, hogy most ugye ti EU-s ország vagytok, meg NATO tagország, ja. És erre azt mondtam, hogy hát én úgy tudom, hogy aki 20% fölött van, azon a településen, mint kisebbség, az beszélheti azt, amit akar, a saját anyanyelvét. És a válasz tudod, mi volt? Mi? Nustiú! Na, hamarosan megérkezek Kalotaszeg szívének egyik pitorába, ugyanis a végállomás most egyelőre Nyászó lesz, ahol Árpi barátom kontrollálja a részeg virág bizniszt. Ő fog engem fölvinni arra a dombra vagy kishegyre, ahol a részeg virágot tapossák le a korábban említett fiatalok május 1-én, már ha kinyílnak a virágok. Úgyhogy bódulás kezdődik hamarosan, csak túl kéne élni ezeket a román utakat. Itt a szorványban, Sztána közelében, Kós Károly birtoka közelében fogok elhalni pillanatokon belül, és akkor az action folytatódik. Meg egy olyan pohár, amelyikből az 1848-as szabadságharcban a magyar huszárok fogyasztották a borokat előszeretettel. Benne van a címer is, ha jobban megnézitek, meg a vastag falu. Hallottam, hogy kaptál most egy fényképezőgépet ajándékban. Igen. Mit szeretnél vele készíteni? Fotókat. És miért akarsz fotókat készíteni? Megörökítsek emlékeket. Szuper! És ha nagy leszel, mi szeretnél lenni? Fotista. Zseniális. Tehát nem fotós, se filmes? Nem. Ma leszed. Ügyes. Jó. Mit érzel? Hát, olyan, mint a normális virág. Nem vagy részeg? Nem bódultál-e? Nem. Aj. Ez csak sok idő után jön rá, gondolom. Árpi, van még a világon ilyen hely, ahol a részeg virágot lehet találni? Meg lehet találni? Nem lehet, ez csak itt körösül. És mondtad, hogy egy vulkánikus helyről beszéltél? Igen. Zsobokon még van egy vulkánikus hegy, ott is állítólag lehet ilyen találni, de persze sokkal kevesebb. Itt kevesebb van.
Részeg virág, ugye, bódultságot okoz. Igen. Tehát akkor elvileg nem kellene sörre készíteni, nem kellene sörre költeni pénzt, ugye, elvileg. Persze. De akkor miért söröztök? Én nem sörözök, bocsánat, én borozok. Elnézést. mi még foglalkozunk a szőlőtermesztéssel egy kicsit. Na. Akkor a barátokkal úgy döntöttünk, hogy szívunk el flakon bort, a hordóbort, és azt a tisszuk. Hát aki szereti a bort, aki nem, az sörözik. Pontosan. Mindenki tudja, hogy... Részegvirág nem még kéne vesélszülni. Igen, az biztos. Akkor csak részegvirágnak a szagától. Lássuk, hogy a csáhasárul. Annyi mi még feljött. Barátokkal még. Aha. Na. Itt elszórakozunk, de... Na, most ti nyárszójak vagytok főleg, ugye, hogyha ez minden igaz? Nyárszói sávasárjak. Sávasárjak, oké. Okay. Nagy kérdés. Ti miért maradtatok itthon? Miért nem mentetek el külföldre egy halompész keresni? Ez jó kérdés, ezt én is szerintem feltenni magamnak. Nem, csak azt tudom, mi van Hollandiában. Mit mondtál? Ő mondja mindig, csak azt tudja, mi van Hollandiában, aki ott volt. Jól mondod. Mi van Hollandiában? Mondja. Mi van Hollandiában? Mesélj. Mit láttál? Nehéz munka. Nehéz a munka. Mi? Nyárszon nincsen itt lent Kalotaszegen? Kalotaszegen könnyebb, mint külföldön. Könnyebb, mint külföldön? Nem garó. Szerinted te nem voltál még? Én nem voltam. Bocsánat, kösz. Mondja. Mi van Hollandiában mi? Tulipánok, szép tulipánok nőnek ilyenkor. Igen? Mennyire szép? Nagyon szép. És miért vagy itt akkor most? Hát én itt is van Szent Királyon. Tulipánok? Igen. Vagy... Olyan orba ütlet. Ez a nyárszói szeretet? Szerencsére nem a nyárszói. Hoppá! Hoppá! A Tulipánál vagyunk. Nyárszaiakkal nem vagyunk jó viszonyban, mert régen mindig elzárták a vizünket. Elzárták a vizeteket? Hát ezt a franciák szokták csinálni. Szaponosok maradtak. Még a haja is kihullott. Igen, így maradtak a nyárszaiak magyar füldiek. Mi végre vagyunk a világon? Na szerintetek, mi végre vagyunk a világon? Kezdjük itt, légy szíves. Ötlet? Szórakozni? Élni? Na, jó, oké. Szerinted? Kezdjük valamint magunkkal, és a barátainkkal máskülönben. Tök jó. Hát mind itt van hova kijönni. Együtt vagyunk. Még a sávásárja a kis. Család. Na, család. Szuper. Család, barátok. És a hollandiai szuper hero? Kijönni a fiúkkal egyet. Sütni, a sört inni. Meg nincs az semmi probléma. Oké, okay. És nálad szerinted mi végre vagyunk a gyönyörűen? Köszönöm a beton. Nótázunk nagyokat. Jól érezzük magukat. Táncoljuk. Forogjon a kerék. Kösz. És szerinted mi végre vagyunk a világon? Hát... Úgy éljünk, ahogy szeretnénk. Uh-huh. És az hogy van? A legfontosabb. Milyen az, ahogyan szeretnéd az életet? Hát mindenkinek ez a saját... Aha. Maga meglátása, hogy hogy szeretné élni, és mik az álmai, amit meg szeretne valósítani, és az szerint azt meg tudná valósítani, és amit el tudná tenni, akkor... Aha, angol. Azt azért megfigyeltem, hogy elkezdted ezek a válaszokat, majd mindenki elmenekült. Én nem menekültem el, én itt vagyok. Mikor már a fúj a füst, el kell jönni. Jó, kösz, ez jó. Na akkor még akkor itteni csoportnak egy gyors válasz, hogy mi végre vagyunk a világon, szerintetek? Nem nyilatkozom, csak az ügyvédem jelenik. Szerintetek? Ilyen semmire való, legyünk valahol csapat. Legyünk hát Krisztiánt kihagytam, mindenki lecseszett, akkor megyek oda, és akkor... Te ő Krisztián. Mi? Te vagy. Mondjad. Melyik ötök a Krisztián? Én Ákos vagyok, én még tudom mutatni is. Na akkor Ákos és Krisztián, kezdjük Ákossal. Mi végre vagyunk a világon szerintetek? Jó vagyunk a barátainkkal, ha nem lenne senkik, mindig lennénk egyedül otthon. Mi meg összegyűlünk, csinálunk valamit. Közösségépítés. Igen. Zseniális. És szerinted Krisztián? Hát teljén az idő. Csabinak még van egy jó gondolat. Na, Csabi kimaradt. Melyik a tök a Csabi? Bocs. Azért vagyunk a világon, valahol... Legyünk otthon, és otthon érünk benne. Jaj, nem, köszönöm, vezetek. Nem lehet, vezetek, aranyos vagy. Ez elmegy. A fagyízó. Megérkeztünk Kalota Szent Királyra, éppen pihenünk egy fagyizás erejéig. Árpi barátommal, a helyzet az, hogy ami sort láttatok, az egy
híres fagyizó, amikor be van zárva, akkor is innen a sor, amikor nyitva vannak, akkor is innen a sor. Úgyhogy most megkóstoljuk, megyünk nyalni. Ugye Árpi, nyalunk? Igen. Nagyon helyes.